Szándékos katonai diverzió miatt vesztette életét sok ember Romániában 1989. decemberében, állapította meg a katonai ügyészség a forradalom évfordulója alkalmából kiadott közleményében. Az akkori események kivizsgálását egyszer már lezárták, aztán újra megnyitották. Arról, hogy akkor diverzió is történt, most beszélnek először hivatalos források. Az ügyészség által közzétett dokumentum szerint az eddigi bizonyítékok egyértelművé teszik, hogy Nicolae Ceaușescu diktátor elmenekülése után nem volt hatalmi űr Romániában. Az új hatalom diverzióval és rémhírkeltéssel próbálta legitimálni magát, mindez pedig sok ember halálához vezetett. Azonosítottak például olyan eszközöket is, amelyek a gépfegyver sorozatok hangját imitálva keltettek pánikot. A vádhatóság szerint az új vezetés hatalmának megőrzése érdekében olyan intézkedéseket hozott, amelyek sok ember halálához, testi és lelki sérüléséhez vezettek. Így ezek a cselekmények kimerítik az emberiesség elleni büntettek ismérveit. Az 1989. decemberi eseményekre mégsem lehet egyszerű puccsként tekinteni, vélik a politikai elemzők. Disztingváljunk a forradalom, a kimondott forradalom az, ami a néptömegek szintjén történt, az elégedetlen, jogosan elégedetlenül néptömegek szintjén, és az a hatalomátvétel, az a puccszerű hatalomátvétel, amelyet kihasznált egy bizonyos csúcson lévő csoport. Azt, hogy nem egyszerűen puccs zajlott Romániában, a legjobban az bizonyítja, hogy alapjaiban változott meg ennek következtében a társadalmi rend, véli Gáspár Sándor újságíró. 89. decemberének napjai eseménye hatására Romániában a társadalmi rendszer megváltozott. Alapfokú változások következtek be. Ha puccs lett volna, ha tisztán csak puccs lett volna, és diverzió, aminek révén az egyik csoport kipöcköli a másikat a hatalomból, és ő ül be, akkor ugyanúgy kellett volna folytatni. Ugyanúgy a nagy szocialista alapelvek mellett elvtársak a párt egy kicsikét egy része hibázott, de helyrehoztuk a hibát, és megyünk tovább előre. Az sem tűnik véletlennek, hogy miért pont most, 28 évvel az események után hozakodott elő az ügyészség ezzel a nyilatkozattal, vélik a Sajtóprész című magazinműsorunk meghívottai. Szerintük ilyen szempontból nem zárható ki a napi politikai érdekeltség sem. A hatalom átvétellel asszociált szociáldemokrata többség diszkreditálása az igazságügyi törvények vitája kapcsán.